A jó és a rossz pont egy olyan ellentétpár, mint az élet és a halál. Az életnek az ad tartalmat, az ad értéket, hogy egyszer vége lesz. Ha halhatatlan lennél, az életed és az idő üres lenne. Semminek nem lenne jelentősége. Ha semmi rossz nem történne veled soha, nem tudnád értékelni a jót. Nem azt kívánom, hogy ne legyen problémád az életben, hanem azt, hogy mindig legyen erőd megoldani azt. Tehát az első, amit örökre meg kell jegyeznem, hogy lesznek rossz pillanatok mindig. De nem kell elkeseredni teljesen, mert jó pillanatok is lesznek mindig. Üdvözletem, Narez volnék, és ez itt a Cinegor Horror magazin csatornája. A mai nap egy különleges esettel jönnék, amivel eltérnék a megszokott hangulattól és mű adaptációktól, ugyanis a mai nap a Dragon Ballról fogunk egy kicsit beszélni, hiszen a mai nap lett bejelentve Akira Toriyama halála. A férfi 68 éves korában hunyt el, világhírű manga művészként ismerik. Toriyama egyik legnagyobb alkotása a Dragon Ball franchise. Halálának hírét pedig a sorozat hivatalos oldalán közölték a nyilvánossággal. Számos kiadványt és műalkotást hagyott hátra a világra. A világ számos emberének támogatásának köszönhetően több mint 45 éven keresztül folytatta alkotói tevékenységét. A Dragon Ball minden shonen, illetve fantasy power animének alapja lett. Ebből adódó plagizálása sose sértette a manga művészt, kifejezetten boldog volt tőle, amikor a hasonló klisékkel megáldott animék hasonló hírre tettek szert, mint akár a Dragon Ball. Reméljük, hogy Akira Toriyama egyedülálló alkotói világát még rengeteg ideig ismerni fogja az emberiség, és szeretni is azt. Toriyama első sikereit a 70-es évek végén megjelent Dr. Slump című sorozattal érte el. 81-ben elnyerte a Shogakukan manga díjat, az ezt követő években pedig több anime munkálataiban is részt vett. Egyik legismertebb alkotása a már említett Dragon Ball, amely 1984-ben jelent meg először, és amely minden idők legnépszerűbb manga sorozatává nőtte ki magát. Mindemellett a Dragon Ballnak tulajdonítják, hogy magát a műfajt is világszerte népszerűvé tette. Továbbá ismert munkái közé tartozik a Chrono Trigger és a Dragon Quest videójáték sorozatok karaktertervei. Toriyama egyébként 2010-ben tért vissza a Dragon Ball szériához, mint forgatókönyvíró. Ebből született a Dragon Ball Z Battle of Gods, majd 2022-ben a Dragon Ball Super. De mi is történt a Dragon Ball előtt? A 7 évig a Shukan Shonen Jump magazinba futó humormanga. A Dr. Slump befejezésére Toriyama elkezdett azon gondolkodni, hogy mi lenne, ha beleugrana a legújabb tervébe, a Dragon Ball mangába. 1983-ban megírt két kiadást a Dragon Ball című mangából a Fresh Jump című magazinnak. Aztán ez félbeszakadt. Nagyon sok elemet tartalmazott, amit a késői sorozatban is felhasznál. Mint például a különös sárkánygömbök. 1983-ban még közzétette, de ugyancsak nem fejezte be, a The Adventures of Tang Po című művét, egy sci-fi mangát, amiben ismét egy Goku-szerű szereplő található és a jövőben felhasználandó tárgyakat mutat be, mint például a kapszulák. 1984 vége fele haladva megjelent az első Dragon Ball, mint manga. A Weekly Shonen Jump-ban mutatták be. Ugyanabban a magazinban, mint amiben a Dr. Slump is volt közzétéve. Azután a sorozat hetente megjelent, majdnem 11 évig, azután 1995. júliusában véget ért. Az amerikai stílusú képregényekkel ellentétben a Dragon Ball nagy részben fekete-fehér színű volt. A kiadások néhány lapjai kilettek színezve, hogy kiemelje a lényeget. A Dragon Ball történetének kezdete után másfél évvel Toriyama néhány szereplőt és helyszínt az előző mangájából a Dr. Slumpból rakott a mangába. Erre nagyon sok rajongó rájött, mivel a slumpos szereplők eddig még sosem szerepeltek azok mangájában. Rövid idő elteltével, a megjelenés után a manga akkora sikerre tett szert, hogy a Toei Animation emberei meggyőződtek arról, hogy el fog készülni majd egy anime sorozat és egy játékfilm is. Az anime 1986. februárjában került bemutatásra a Fuji televízión. Hetente egyszer szerda este sugároztak egy epizódot. Az anime sorozat nagyon hasonlított a mangára, a Sailor Moon-nal ellentétben, ahol az anime és a manga nagyon eltért egymástól. Nagy hátrány volt, hogy nagyon gyakran ugyanazt láthatták a nézők az animében, mint a mangában, és hogy a rajzolók abba hagyták a kiegészítő epizódok és szituációk elkészítését, hogy időben befejezzék az alkotásukat. Sok anyag a sorozatban a fillerek gyakran gyengébb minőségűek lettek, mint az eredeti manga, és egyszer-egyszer egyenesen
ellentmondott annak, ami a forrásanyagban található volt. De ez talán nem meglepő, mivel minden héten egy 20 perces produkciót kellett leadni. 1986. decemberében megjelent az első mozis változata az animének. A neve egyszerűen Dragon Ball volt. Japánban a végleges angol címe Curse of the Blood Rabbis, és az anime első néhány epizódjait játszotta újra. Ezt követően adták még ki a kiegészítő filmeket is, az egyiket 87. júliusában, The Sleeping Princess in the Devil Castle, a másikat pedig 88. júliusában, ami a Mystical Great Adventure volt. A cím elterjedése miatt három videójátékot is kiadtak Nintendo-ra. Az elsőt 86-ban The Mystery of Shenlong néven. Ez volt az egyetlen akciójáték a három közül. A másik kettő 88 és 89-ben jött ki, ami egy kártyajáték, illetve egy társasjáték volt. Az anime sorozat 89. áprilisában fejeződött be, 153 epizód után. Noha az animált sorozat befejeződött, a rajongóknak nem kellett túl sokat várni a történet folytatására. Az anime egy hét után folytatódott a Dragon Ball Z című sorozattal. Az angol kiadásról lehetne még ugyan beszélni egy negyed órát minimum, hisz voltak próbálkozások a nyugatra való terjeszkedéssel, de valahogy se Amerika, se az Egyesült Királyság nem volt különösen vevő ezekre, hiszen ekkoriban tombolt a DC és a Marvel képregények, illetve az azokból született animációs sorozatok láza. Ekkor még az anime kifejezetten ignorációt kapott. A Dragon Ball Z Japánban a Dragon Ball anime befejezése után egy héttel indult, ugyanolyan időközönként. Az új sorozat nevet a producerek választották, hogy meg lehessen különböztetni a jelenlegi sorozatot, amiben drasztikusan csökkent a komédiás hangsúly, és amiben újabb sci-fi elemek is találhatóak az előző sorozatból. Noha mindkét anime sorozat ugyanazon a mangán alapszik. Az új műsorban még javult a gyártási érték és az animáció minősége is. Ez az átmenet megnyerő volt. Nem csak amiatt, hogy nem volt semmi hézag a két kiadás között, hanem azért is, mert minden szereplőnek átdolgozta a múltját, és új szereplőket is felvonultatott. Nagy ugrást tett a sorozat annak érdekében, hogy rengeteg új rajongót bevonzom. A Z anime bemutatása után 3 hónappal, 89. júliusában bemutatták az első Dragon Ball Z filmet, Return My Gohan. Ezt követően még évente 2 filmet készítettek el, egyet márciusban és egyet júliusban, egészen 95-ig. Összesen 15 darab Dragon Ball Z film létezik. Hogy a játékfilmek ki ne maradjanak, 2 nagy filmhosszúságú televíziós speciált is bemutattak 90-ben és 93-ban. Az első Dragon Ball Z animéhez hasonlóan a Dragon Ball Z is ugyanabba a mangából animébe hibába esett. Bizonyos szempontból a probléma még feltűnőbb volt a Z sorozat bemutatása során, mert a manga a harcokra túl nagy hangsúlyt helyezett. Volt, hogy 26 epizódon keresztül két ellenfél ugyanazt a harcot folytatta. Ezekből a harcra irányuló fejezetekből sokkal nehezebb volt megfelelő hosszúságú epizódot készíteni. 95. májusában a hosszú ideje futó Dragon Ball manga végre véget ért a Shonen Jump-ban. A Dragon Ball Z sorozat 96. januárjában ért véget, 291 epizóddal. Ezt követően a japán rajongóknak megint nem kellett egy hétnél tovább többet várniuk, hiszen megérkezett a csúfos folytatás, a Dragon Ball GT. A Dragon Ball Z bemutatása során a ráépülő egyéb üzletágak termékei egyre keresettebbek lettek. Megjelent rengeteg videójáték a Nintendo-kra, PlayStation-ökre, Game Boy-okra és Sega-kra. 94-ben a Funimation Production megvásárolta az összes angol kiadást. Majd összeállt a Kidmag Entertainment-tel, hogy bemutassa az Egyesült Királyságban. 2004 környékén járunk, és ekkor már érdekes, 90-es évekhez képest irtózatos eladást produkált. Mindenki megvette, mindenki megnézte, mindenki bitorolni akarta az összes értéktárgyat, amire bár volt írva, hogy Dragon Ball, azonnal megvették az emberek. Úgyhogy tökéletes eladást produkáltak, én szerintem vagy 10-szeres túltermelést végzett ahhoz képest, amennyit ők megbecsültek. Bár az anime kimondottan erőszakos lett a Dragon Ball Z-ben a sima Dragon Ballhoz képest, emiatt nyugaton erőteljes cenzúrát kezdtek el bevezetni, rengeteg epizódot le nem adni, illetve rengeteg országban, mint hazánkban is, tiltó listára került a televíziós sugárzásban. Noha az internet adta lehetőséget
közösségek most már megadják nekünk azt, elég régóta, hogy bármikor megnézhessük ezeket az epizódokat, ez akkoriban lehetetlennek számított. A harmadik Dragon Ball sorozat 1996. februárjában kezdődött, közvetlenül a Z befejezése után. Ezt az új sorozatot a Dragon Ball GT-nek nevezték el, ami a Grand Tour rövidítését takarja. A GT nem csak Toriyama dolgozott, hanem egy másik író is. Kezdetben megosztó lett a sorozat, mivel problémák voltak a sorozattal elég sok. Csökkent a japán Dragon Ball rajongók száma. Hogy segítsenek felkelteni az érdeklődést, és hogy a sorozat visszaérhessen a gyökereihez és ekkori csúcs állapotához, egy határozat lett létrehozva, miszerint vissza kell térni az eredeti komédiás stílushoz. Ez a határozat oda vezetett, hogy néhány ismert gonosztevő is a képernyőre került, és a főszereplő visszafejlődött olyan idős korára, mint amivel indult a sorozat. Ez a döntés rengeteg rajongót elkápráztatott. Vagy többségét felháborította. A sorozat megmaradó epizódjait ezért akciódúsra kellett megalkotni. Ám ez nem mentette meg az animét a csúfos megítélésétől. 64 résszel ért véget 97 novemberében. A GT eladása kisebb volt, mint bármelyik Dragon Ball sorozatnak, ennek köszönhető az is, hogy egyetlen speciálján kívül nem készült hozzá semmilyen film. Más területeken például videójátékok meghozták a várva várt sikert. 96 márciusában még a GT futása alatt adták ki a Dragon Ball 10. évfordulós speciálját, a cselekmény a Dragon Ball legelejétől meséli el a történeteket. 2009 februárjában a Toei Animation bejelentette, hogy újra nekilátnak a Dragon Ball Z-nek 20. éves évfordulója alkalmából. Ez tulajdonképpen az eredeti epizódok digitális felújítása volt, kivágva belőle szinte minden fillert, illetve olyan dolgot, amit az animátorok utólag tettek hozzá, tehát csak is olyan dolgot hagytak benne, melyek a mangában is láthatóak voltak. A premier április 5-én volt a Fuji TV-n. 98 rész sugároztak 2011 márciusáig, ebből 97 rész sugároztak hivatalosan, az utolsó részt, a 98-at DVD-n adták ki. 2011-ben történt földrengés és cunami miatt nem folytatták a sorozatot, így 2011. március 27-én sugározták az utolsó részt. 2014. februárjában bejelentették, hogy folytatják a sorozatot az utolsó történetszállal, a Majin Buu történettel szintén fillermentesen. A Dragon Ball Kai 2015. június 28-án fejeződött be 159 résszel. 2015. április 28-án a Toei Animation ismét bejelentést tett, hogy 18 év után visszatér a Dragon Ball. Nem remake, nem felújítás, egy teljesen új sorozattal, ezerszer jobb grafikával és vadonatúj szereplőkkel. A sorozat címe a Dragon Ball Super lett, amelyet maga Toriyama Akira írt, cselekménye a Majin Buu sztori után játszódik. A sorozat 2015. júliusában indult és vasárnaponként adta le a tévé. A Dragon Ball Super 2018. márciusában fejeződött be 131 résszel. És hát ugye eljöttünk a beígért Dragon Ball Daima-hoz, ami ugye 2024 őszétől lett bejelentve egy streamingre. A történettel és a karakterekkel meg az egész projekttel Toriyama foglalkozott, úgyhogy mivel ő sajnos elhunyt, fogalmunk sincs, mit fognak kezdeni majd a sorozattal, hiszen az lett ígérve, hogy sokkal jobban bele fogja ásni magát Toriyama, mint annó a Superben. A Super esetében csak vázlatokat írt és párbeszédeket, valamint a részleteket pedig a Dragon Ball Room dolgozta ki. A történet szerint Goku, Vegeta és a többiek egy összeesküvés áldozatai lesznek, és ezért gyakorlatilag gyerekké változnak. Céljuk pedig eredeti alakjuk visszanyerése lesz, ehhez pedig egy új és ismeretlen világot kell majd felfedezniük. Az új sorozat a fiatalabbakat és a gyerekeket fogja megcélozni. Nos, nem is szeretném tovább ragozni a szót, jöjjön a nosztalgia vonat, és nézzük meg egy pár ikonikus jelenetet együtt a Dragon Ballból, egészen a kezdetektől a végéig összeválogattam pár érdekes szituációt, jelenetet, próbáltam többnyire magyar szinkronokat összeszedni, bár nem egyszerű, hiszen elég limitált készletről van szó. Nos, amennyiben a videót nem nézett tovább, akkor köszöntöm szépen, hogy itt voltál, legyen szép napod, amennyiben tetszett az előadás, kérlek iratkozz fel, illetve írd meg véleményed te is a Dragon Ball-lal kapcsolatban, hiszen én szerintem, aki nagyjából a korosztályom, az ismeri a Dragon Ball-t, vagy látta a tévébe, tehát valami emléke biztos, hogy van róla. Na, legyen szép napotok, és jó nosztalgiázást!
legjobb megoldás. Igaz, Dende? Ó, igen, rendben. Egyébként nem maradhatnának itt. Megijesztenék a földieket. Igen, a külsőnk félelmet keltett. Köszönjük a szállást. Kedvesem, magát is szívesen látjuk. Még hogy kedvesem. Jöjjön csak nyugodtan. Feltételezem, hogy nem akar szállodába menni. Ha. Majd főzök valamit. Biztosan nagyon megéhezett. De vigyázat, nem azért látom vendégül, hogy aztán megpróbáljon elcsábítani. Ez aztán nem szégyenlős. Mi a csoda? Itt vagyok. Jackie Chan, tehát készen áll. Kezdődhet a harc. Kérem, foglalják el a helyüket. Na és velem nem is készít interjút? Micsoda dolog ez? Hát, hogy is mondjam... Hagyja csak ide! Szevasztok! Jackie Chan! Goku miatt jött, de azt nem mondta, mit akart tőle. Remélem, hogy most az egyszer majd nem okoz újabb gondokat nekünk. Nála ezt nem lehet tudni. Hé, asszony! Hallod? Asszony! Gyere ide! Igyekezz! Gyere ide, asszony! Hallod? Te nagy szájú, most hozzám beszélsz? Mit képzelsz te magadról? Megjegyzem, a nevem Bulma. Mit műveltél a ruházatommal? A ruháidat betettem a mosásba. He? Azt meg minek? Mert tiszta kosz volt. Csak hogy tudd, én nagy harcos vagyok. Nem hordhatok ilyen nevetséges hacukát. Akkor vedd le és maradj mesztelen. Hogy? Mi? Sétálgassak ruhátlanul. De jó ég. Hogy nézek ki? Csinos vagy. Csönd legyen, ne nevessetek, különben bepancsolok egyet! Nagyon bátor vagy, Son Goku. Csodállak. Bubu túl erős nekem, de te... legyőzheted őt. Ne hagyd futni! Emlékszel? Mikor először találkoztunk, azt hittem, egy öngyilkos mitugrás senki házi vagy. Na, végre itt vagy! Nem ismerlek, de már is utállak, hát nem különös. Csak nem mersz szembeszállni a szuperharcosok hercegével. A helyedben én sürgősen haszakotrodnék a mamámhoz. Ez rémálom. Én a szuperharcosok elitjéhez tartozom. Nem veszíthetek! Különösen!
különösen ellened. Ezért még megfizetsz. A bosszúm szörnyű lesz. Személyesen megtapasztalhatod. Ettől kezdve egyetlen dolog éltetett. A bosszú gondolata. A legenda szerint 1000 emberből egy lehet szuperharcos. Azt hittem, ez a valaki, csak is én lehetek. És nem ez a ficsúr, aki a barátaival szórakozik, ahelyett, hogy edzene és javítaná a technikáját. Hát tévedtem. Az erőd egyszerűen fenomenális. Bármit megadnék, csak a helyedben lehetnék. Egy időre elfelejtettem a bosszút, és kezdtem élvezni az élet minden percét. Aztán újra kezdődött. Megszállottan ne akartalak győzni. Csak hogy minden hiába volt. Kezdetben azt hittem, csak azért vagy ilyen erős, mert a családodat véded. Ha meg akarjuk védeni szeretteinket, gyakran hatalmas erők szabadulnak fel bennünk. Tévedtem. Közben én is megismertem ezt a csodálatos érzést. Úgy harcoltam, mint egy megszállott, hogy a világ csak az enyém legyen. Az volt a cél, hogy megöljem az ellenséget. Elvakított a gőg. De te mindig más voltál. A győzelem sohasem érdekelt. Csak akkor harcolsz, ha kell. Nekem pedig a harc volt az életem. Az ellenfeleim sorsa hidegen hagyott. De csak addig, amíg meghagytam az életemet. Először úgy éreztem, hogy porrázóztad a büszkeségemet, de most hálás vagyok neked. Általad felfedeztem, hogy van szívem, és szeretem a családomat. Te vagy az egyedüli barátom. Tarts ki, Son Goku! Három dolgot szeretnék elmondani neked. Az első az, hogy sokszor nagyon kemény az élet. És a kihívás nem feltétlenül egy gonosz, nagy erejű ellenség, hanem egy sokadjára ismételt vizsgával, munkahelyi feladattal, szakítással, válással kell megbirkózni. Vagy azzal, hogy akit szerettünk, nincs többé. Könnyű motiváltnak lenni akkor, amikor minden rendben van. Amikor a csekkek be vannak fizetve, van mit enni, és még a barátaiddal is sokat tudsz lenni. Akkor mindenki könnyen vidám. De az élet olyan, mint egy hullámvasút. Nincs olyan, hogy a csúcson vagy, és úgy is maradsz. Nem igaz, hogy elérhető az örök gondtalan boldogság. Ezek hazugságok. Viszont ez nem is baj, mert szerencsére az élet így teljes. Természetes, hogy néha szomorú, dühös, vagy éppen unott vagy. Előfordul, hogy néha minden rossz, és legszívesebben fel sem kelnél az ágyból. Ne folytsd el! Éld meg nyugodtan ezeket az érzéseket is. Csak ne ragadj beléd, és ne éld át őket újra és újra folyamatosan. A rossz szükségszerű. Ahhoz képest létezik a jó. Annál jobban meg tudod élni az örömet. Mert tudod, hogy milyen rossz volt, most pedig mennyire jó már. De azt is tudod, hogy lesz még rosszabb máskor is. És ez így van rendjén. A jó és a rossz pont egy olyan ellentétpár, mint az élet és a halál. Az életnek az ad tartalmat, az ad értéket, hogy egyszer vége lesz.
ha halhatatlan lennél, az életed és az idő üres lenne. Semminek nem lenne jelentősége. Ha semmi rossz nem történne veled soha, nem tudnád értékelni a jót. Nem azt kívánom, hogy ne legyen problémád az életben, hanem azt, hogy mindig legyen erőd megoldani azt. Tehát az első, amit örökre meg kell jegyezned, hogy lesznek rossz pillanatok mindig. De nem kell elkeseredni teljesen, mert jó pillanatok is lesznek mindig. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy keresd mindenben az arany középutat. Az egyensúlyt, ha a sikert hajtod egész életedben, nem szánsz időt a családodra és barátaidra, akkor a halálod napján mit ér majd a saját szemedben a megszerzett vagyonod? Ha viszont csak a mának élsz, mindig a barátaiddal lógsz, és a családoddal töltöd az idődet, miből fogod eltartani magad, vagy miből adsz szeretteidnek? Találd meg az egyensúlyt! Ha sokat dolgoztál, játsz! Ha sokat játszottál, dolgozz! Találd meg az egyensúlyt! Sem a falás nem jó, sem az éhezés, sem az állandó lustálkodás nem jó, se a mindennapi ájulási edzés, sem a túl kevés alvás, sem a túl sok, sem a mindig csak én, sem a mindig csak mindenki más előtte. Ez vezet a harmadik dologhoz, ami az, hogy ne csak magad körül forogjon az életed. Rendeld magad alá a saját boldogulásodnál egy nagyobb célnak. Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozz magaddal és mindent tegyél előre, hiszen üres tányérból másnak sem tudsz enni adni, hanem találd meg az arany középutat az én és a mi között. Életed legnagyobb célja ne csak neked legyen jó, neked is, de másoknak is. Ne üldözd a boldogságot, ne akard a boldogságot, mert akkor sosem fogod megtalálni. Ironikus módon a boldogság akkor adatik meg, ha nem azzal foglalkozol, hogy az legyél. Ha csinálsz valamit, ami szerinted fontos és hasznos az életben, ha segítesz másokon, ha valamiből nem akarsz folyamatosan többet, hanem azt tudod mondani, köszönöm, elég, akkor lesznek boldog pillanataid. És közben lehet, hogy másokat is boldoggá teszel. Több ezer gyertyát meg lehet gyújtani egynek a lángjával anélkül, hogy csökkentenéd annak életét. Ha tetszett ez a videó, dobj rá egy lájkot és oszd meg, hogy mások is láthassák. Ha szeretnél még ilyet látni, iratkozz fel. Ha van kedved, kövess Facebookon és Instagramon is. És még valami, ha tetszenek a videók, adott már neked valami pluszt az életedhez a csatorna, akkor kérlek, támogasd a működését. Kellemes ünnepeket kívánok neked! Kamehameha! Amit egyszer elvettek, mi most visszaadjuk. Legyőzhetetlen vagyok! Akkor készülj fel! Légy részese a véget nem érő küzdelmeknek! A végsőkig harcolok! Jungle! Mert eljött a szuper csillagharcosok ideje. Dragon Ball Z. Dupla epizóddal minden hétköznap 16 óra 35 perckor.